Jó estét kívánok, kedves nézők! A koronavírus kapcsán már sok-sok mindenről beszélgettünk már a kórház főigazgatójával, Cegléd város polgármesterével, nyilván minden fontos információt igyekeztünk megosztani. És van egy még fontosabb információ, mert hogy ezt mentálisan is fel kell dolgozni, a következő időszakok nem lesznek egyszerűek. Erről fogunk beszélgetni dr. Szabó Balogh Virággal, klinikai szakpszichológussal. Szervusz! Köszönjük, hogy fogadtál bennünket, mert hogy nem te vagy most nálunk, hanem mi jöttünk ki ide hozzátok. Ez nem lesz egy egyszerű időszak senkinek. Mit tapasztalsz eddig? Ez így van, üdvözlöm a nézőket. Igen, ez most egy hosszú időszak lesz, ami nagyon-nagyon stresszel teli, ami fakad abból, hogy a helyzet teljesen új, tehát ilyen helyzettel még nem szembesültünk, illetve ennek kapcsán nincsen arra egy meglévő forgatókönyv, hogy hogyan lehet kezelni az ilyen krízist. Ebből fakadóan a szorongás, illetve a megemelkedett stressz szint az egy teljesen természetes dolog, ugyanakkor nagyon fontos beszélni arról, hogy hogy lehet egy picikét átkeretezni a jelen helyzetnek a feszültségét, hogy lehet ebből akár valami pozitívumot kihozni, különben nagyon nagy esély van arra, hogy egy pánik reakció indul el társadalmi szinten, ami azt gondolom, hogy inkább lenne destruktív, mint előrevívő. Kérdés nyilván az, hogy hogyan lehet ezt pozitívan átkeretezni. Azon túl, hogy mind egyéni, mind rendszer szinten, család és társadalmi szinten megterhelő időszakot élünk, nagyon fontos, hogy van olyan pozitív vonatkozása, mint például a pozitív humán kapacitásnak a növekedése, ami alatt azt értem, hogy az együttműködési formák erősödhetnek, illetve új lehetőségeket találhatunk abban, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni, nőhet az empátia, az altruizmus mértéke, illetve lehetőséget teremt az együttlét egy csomó olyan dologra, amiről mondjuk az elmúlt időszakban nem tudtunk kellően gondoskodni, vagy így csak terveztük, hogy milyen jó lenne majd egyszer utolérni magamat otthon abban, hogy bármi. Tehát, hogy az ilyen restanciákat esetleg van lehetőség most görgetni előre pozitívan. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy maga az izoláció egyébként természetes módon mindenki számára megterhelő, fokozott együttműködést igényel gyermektől és felnőttől egyaránt, és nagyon fontos, hogy azzal együtt, hogy nagyon jó, hogyha próbáljuk menedzselni pozitív irányba ezeket az együtt töltött etapokat, ezzel együtt szabad nyíltá tenni azt is, hogy ennek nem feltétlen csak pozitív és boldog örömteli minden egyes perce, hanem valóban járhat azzal, hogy elfáradunk, hogy feszülté válunk, járhat azzal, hogy a pszichés megküzdés bizonyos lehetőségei tekintve, hogy korlátozottak, nem tudjuk úgy levezetni a feszültségünket és úgy töltekezni olyan módon, ahogy egyébként szoktunk. Ugye most az első, ami mindenkinek eszébe jut, én azt gondolom, kettő is van, az egyik a félelem és a pánik. A félelem ellen lehetett tenni valamit? Első körben leszögezném azt, hogy ez egy természetes dolog, tehát hogy attól senki ne ijedjen meg, hogy esetleg most fokozott szorongást él meg. Magának a stressznek van egy ilyen élettani hatása, hogy a szorongás mértékét növeli. Ez a túlélés szempontjából evolúciós pszichológiai vonatkozásban egy pozitív dolog, azzal jár, hogy aktivizál minket, és próbálunk tenni valamit azért, hogy túl legyünk rajta. Magával a stresszel adekvát módon háromféleképpen lehet megküzdeni, vagy azt a helyzetet, ami a stresszt kiváltja, kezelem, hogy megszűnjön, vagy pedig segítséget kérek, hogyha ezt én önállóan nem tudom, vagy kilépek a helyzetből. Na most a jelen helyzet azért nagyon kritikus, mert tulajdonképpen ez a három út, hát hogyha nem is teljesen lehetetlen, de minimum nagyon erős korlátok közé van szorítva. Tehát ennek mentén az egy természetes dolog, hogy fokozott szorongást élünk meg. Ezzel együtt az is nagyon fontos, hogy folyamatosan monitorozzuk magunkat, meg nyilván a körülöttünk lévőket, hogy ki jelenleg mennyire tudja a szorongását kezelni, mennyire önti el a mindennapjait és gondol erre minden percben. Ha az utóbbiról van szó, akkor érdemes segítséget kérni, nyilván akár családtagoktól, telefonon barátoktól, de elérhetőek szakemberek is, ahol nyilván elsősorban szintén a telefonos, illetve egyéb online lehetőségeket kell most számba venni. Fontos a pánikreakcióról, illetve a pánikbetegségről is beszélni ennek kapcsán. Tehát maga az izoláció, maga ez a fokozott stressz természetes módon jár azzal, hogy negatívabb lehet a hangulatunk, feszültebbek lehetünk, járhat düvel, agresszióval akár, illetve vezethet egy depressziós állapot irányába is. Ezért nagyon fontos az, hogy ha azt érezzük, hogy ez már
teljes egészében elönti a gondolatainkat, és csak erről van szó, akkor tegyünk lépéseket, illetve amíg erről nincsen szó, illetve remélhetőleg, ha erről nincsen szó, akkor megtaláljuk azokat a kereteket, amik lehetővé teszik azt, hogy egyrészt nyilván ne dugjuk a fejünket struksz politika módon a homokba, tehát tájékozódjunk. Ennek mentén nagyon fontos az, hogy ezt hiteles forrásból tegyük, különben ez is egy pánikkeltő folyamatnak lehet az alapja, hogyha nem így teszünk. Másrésztről legyen annak valamilyen határszabása, hogy napi mennyi időben foglalkozom ezzel a témában, és legyen nagyon sok minden, ami egyébként le tud engem kötni. Tehát a pszichés megküzdés szempontjából nagyon jó az, hogyha ugyanazok a dolgok, amik eddig engem foglalkoztattak, azok után most is utána megyek, csinálom az aktivitás, a napi rutin, ami természetes módon megborult, felborult, hiszen nincsen olyan módon oktatása, hogy eddig a munkahelyek döntő többsége a home office működésmódot próbálja támogatni, ahol nyilván a gyerek és a szülő együtt van, miközben a nagyszülők segítségét nem nagyon lehet igénybe venni, hiszen ők a legveszélyeztetebb korosztály, akikkel nagyon fontos, hogy ne legyen lehetőség szerint kontakt. Tehát, hogy ennek mentén nagyon fontos az, hogy keretek között tudjuk tartani a saját szorongásunkat. Ugye most van az az időszak, amikor nagyon sokan otthon vannak, és nagyon sokan azért, mert a gyermekükkel vannak otthon. Ez egy nagyon kritikus időszak, mert a gyerekeknek, hát hogyha ezt valamit, akkor ezt nagyon nehéz elmagyarázni, én azt gondolom, hogy most mi történik. Hogyan lehet úgy elmondani a gyerkőcnek, mondjuk egy alsó tagozatosnak, vagy akár egy óvodásnak, hogy mi történik most, anélkül, hogy pánikot keltsünk, vagy ő utána megijedjen? Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, hiszen ők akkor fogják tudni a maguk módján a legnagyobb biztonsággal akár a higiénés dolgokat elsajátítani, hogyha erről tájékozottak. Nagyon fontos az, hogy ne pánikkeltően beszéljen a szülő róla. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a híreket, a hírekről való kommunikálást a szülők ne a gyerek feje fölött tegyék meg, tehát ne akkor mondják, hogy atya úristen, megint hány ember került karanténba, hanem ezt akkor, amikor már a gyerekek alszanak, vagy olyan tevékenységet végeznek, aminél tényleg nem az ő fejük felett szó szerint és fizikálisan értem, ezt beszélünk, és mindenki is csápjukkal folyamatosan figyelnek ők is. Azt szoktam mondani, hogy a gyerekek nem hülyék, hanem kicsik, megértik és összerakják mindazt, ami körülöttük történik. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy ne legyen tabu ez a téma, nincsen azzal semmi probléma, hogyha egy óvis gyerek beszél arról, hogy koronavírus van. Nagyon fontos az is, hogy ha most fokozottabban kérjük tőlük azt, hogy mossák a kezüket, figyeljenek oda, minden egyes tüsszentés papírzsepi használat után menjenek, és ez eddig nem volt számukra egy alaprutin, akkor kell, hogy időt adjunk nekik arra, hogy ez átálljon. Nagyon fontos az, hogy a szülő türelmesen tudja ezt újra és újra kérni, tehát ne erőszakosan, agresszívan kommunikáljunk feléjük. Lehet nyilván egy picit játékosabb formában kisebbeknél kitalálni, lehet csinálni olyan házi kísérleteket. Facebookon láttam, tehát én is közmédiában láttam ilyen megosztást, hogy borsot szórtak egy tálba, és akkor szappanos kézzel belenyúltak, és szétugrottak a apró kis borszemek, ami nagyon jól szemlélteti azt, hogy a bacillusokkal, a vírusokkal ugyanígy tudunk működni, ha megmossuk a kezünket, ha meg nem, akkor meg jó, hogy ez mind itt marad. Tehát nagyon fontos az, hogy ne legyen tabú, tudjunk velük beszélgetni, azzal együtt, hogy fontos, hogy mindig az adott életkori szinten, amit legkönnyebben úgy lehet belülni talán, hogy ameddig a gyerek nyitott, ameddig kérdez, addig válaszoljunk, és annál többet nem mondjunk nekik, hanem legyünk nyitottak, hogyha újra felmerül, akkor szabadjon újra kérdeznie. Mennyire érzed azt veszélyesnek vagy helyesnek, hogy sokan a közösségi oldalakat felhasználva gyakorlatilag a saját gyerekükkel üzennek, és mindjárt átérünk majd az idősekre, akik ugye a legveszélyeztetettebb korosztály, üzennek a nagymamáknak. Számomra ez például teljesen elfogadhatatlan. Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy ez megterhelheti a gyerekeket, tehát hogy a szájukba adhatunk olyan mondatokat, amik nem feltétlen kellenének nekik, illetve gyakori felelősséget ruház rájuk, amihez semmiképpen nem felkészültek, tehát nem egy gyermek felelőssége elérni azt, hogy a mama-papa otthon maradjon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ilyen próbálkozásoknak nagyon sokszor az az alapja, és ez egy jó vonal, hogy tartsunk fönn kommunikációt a régebb óta fiatalokkal is. Természetesen ennek ma már nagyon jól meg lehet találni a módját, és akkor itt egy picit át is tudunk térni arra, hogy a rendszert a szülőket is megterheli, tehát el lehet fáradni abban, hogy otthon csiripelnek a kicsik, és tanulni kell a naggyal, és amúgy még én dolgoznék is mellette.
és nincsen segítség, aki akár csak egy órára átvenni a gyerekeket. Ugyanakkor otthon meg egyedül van a mama-papa, a teljes izolációban, magányban, aki hogyha kimozdul, akkor lehet, hogy az utcán kiabálják le, hogy tessék otthon lenni, holott nagyon fontos, hogy a saját test feletti önrendelkezési jog, a saját élet feletti kontrollérzés, az mindenkinek fontos, az időseknek ugyanúgy, mint a fiataloknak, sőt, akár a gyerekeknek. Ennek mentén azt gondolom, hogy gyakorlatilag a kreativitásunk szab határt annak, javarészt, hogy milyen új megoldásokat tudunk találni. Gondolok itt például ilyenre, hogy meg lehet beszélni a nagyszülőkkel, hogy délelőtt, délután, melyik fél órában olvas ő telefonon mesét a gyereknek, amikor anyu, apu picit mentesül, meg lehet főzni addig, jobban lehet a nagyjal foglalkozni, és mégis anyu, vagy nagymama sincsen egyedül, és a gyerek és a nagymama között is tud lenni kapcsolat. Nyilván, ahol az online technikákat a nagyszülők jobban tudják használni, ott van a Skype lehetőség, nagy családi Skype konferenciákat is lehet tartani, tehát nagyon sokféle lehetőség van a tényleges fizikai kontakton kívül, és azt gondolom, hogy ezeket nagyon fontos menedzselni, abból a szempontból is, hogy azok az idősebbek, akik esetleg egyedül élnek, nekik talán még megterhelőbb lehet pszichésen ez az időszak, hogy ne mozduljanak ki, ha kimozdulnak, rosszallóan néznek rájuk, holott az is egy ilyen nagyon sok felületről érkező ajánlás, hogy a napi egészségügyi sétát, a pici mozgást, azt tegyék meg. Mi kívülről, ha azt látjuk, hogy egy idős sétál vagy biciklizik a városban, nem tudhatjuk azt, hogy ő most így a napi 10 óráját tölti kint, vagy éppen kimelt 15 percre. Nagyon fontos, hogy legyünk toleránsak egymással. Természetesen, hogyha valahol idősebbekbe bukkanunk bevásárlóközpontban, akkor szabad nekik jelzést tenni arra, hogy vannak civil kezdeményezések, hogyha neki nincsen a családban olyan, aki tudna segíteni a legfontosabb dolgokat bevásárolni, szabad segítséget kérni. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan próbálnak most segíteni. Itt helyben Cegléden is van egy civil közösség, ahol mindenféle felajánlások születnek, nagyon sokan maszkot varnak, mások az otthon lévő, vagy a nem tudom, vállalkozásuk kapcsán felhalmozódott valamilyen eszközt ajánlják föl civilek vagy egészségügyi dolgozók részére. Ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat. Nyilván mind társadalmi szinten segítség szempontjából, mind egyébként az egyéni pszichés megküzdés szempontjából, hiszen ez is ad egy kontrollérzést, hogy tudok tenni valamit, és sokkal pozitívabb vonatkozású, mint egy olyan fajta pánikreakció, ami szintén abból fakad, hogy oké, én most tenni akarok valamit, hogy leküzdjem ezt a helyzetet, de nem a realitás mentén, nem a racionalitás mentén, hanem a tömegeket követve rohanok a bevásárlóközpontba, és mindent felhalmozok otthon olyan mennyiségű tartalékokat, amit el sem tudok tenni, és amire valójában nincs szükségem, csak akarok csinálni valamit, meg akarok küzdeni, és ez nem jó irányba visz. Mennyire fordítja ki az embereket? Nem volt még ilyen szituáció, és amerikai filmekben láttunk olyat, amikor tényleg ilyen pánikszerűen már mindenkinek a farkas farkasa lett. Mennyire fordítja ki szerinted az embereket ez a helyzet önmagukból? Mert hogy azt látjuk, hogy olyan emberek is már olyan véleményeket fogalmaznak meg, akikről soha nem gondoltuk volna, hogy agresszívak például. Nyilván itt bejön a kérdés mellé az is, hogy egyéni szinten éppen ki milyen állapotban van, és milyen egyéb őt megterhelő tényezők voltak az életében itt a vírus helyzete előtt is, meg közepette. Nyilván minél több dolog gyűrűzik be, és minél több kör van krízis állapot szempontjából valakinek az életében, annál nagyobb esély van arra, hogy ő nem fog tudni adekvát módon megküzdeni, és válik agresszívé, depresszívé, vagy bármilyenné. Ha bárki azt érzékeli magán, hogy most már ő nem tudja uralni ezt az egészet, és olyan módon működik, ahogy nem szokott, vagy amit nem tart jónak, vagy valaki jelzést tesz neki erre, nagyon fontos, hogy azzal együtt, hogy a legtöbb rendelő bezárt, de van online segítség kérési lehetőség. Több pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember állt össze virtuálisan egy tímmé, és a www.psi.hu oldalon fönt van egy elég hosszú névsor, akik pro bono térítésmentesen nyújtanak online, telefonon, valamilyen módon segítségnyújtást, mindazok számára, akik úgy érzik, hogy annyira leterheltek, hogy kell nekik a segítség. Tehát aki gyakorlatilag mentálisan alapvetően
biztos rendben van, és biztos volt. Őt annyira nem terheli meg, mint aki egyébként már elég terhelt időszakból érkezett. Nyilván, aki megterheltebb időszakból érkezett, vagy korábban volt egy depresszív állapota, lehetséges az, hogy nála a jelen sok korlátozás és várhatóan hosszabb krízis annyira megterhelő lesz, hogy esetleg felerősödnek a korábbi tünetek. Ilyen esetben remélhetőleg a korábban volt szakembernél nagyon fontos telefonon felvenni a korábbi szakemberrel a kapcsolatot. Mindazoknál, akiknél nem volt korábban ilyen mentális probléma, náluk is kialakulhat, tehát az annyira egyéni, hogy kinek mivel kell még megküzdenie, és mit tud kezdeni, milyen irányba mozdul ebben a jelen helyzetben, azoknak is szabad segítséget kérni, akik eddig mindennel megküzdöttek, és nem jelenti azt, hogy ők most pszichésen betegek, ez most egy megterhelő időszak, és azt gondolom, hogy sokkal jobb akkor segítséget kérni, akár egy egyszeri alkalomban átbeszélni egy szakemberrel az egyéni megküzdés lehetőségeit, amikor még nem ég a ház, és nem tűzoltás jelleggel kell segítség, mert megterhelt az egészségügyi rendszer. Azt gondolom, hogy a mentális vonal is megterhelté válik, mert a mentális segítségadás vonala is megterhelté tud válni. Tehát bátran mozduljunk ilyen esetben, hogyha segítség kell. Alapvetően egyébként mostani veszélyhelyzeten kívül is fordulnak segítségért az emberek? Én most itt a saját tapasztalatomról tudok nyilván beszélni. Én azt látom, hogy az utóbbi 4-5 évben abba az irányba mozdulnak az emberek, hogy sokkal inkább prevenció jelleggel gondolkoznak, tehát nagyon sokszor akkor megjelennek, amikor nincsen nagy probléma, csak érzékelik azt, hogy most egy olyan életszakaszba léptek, ami több változással teli kisebb normatív krízis, kérnek egyszer vagy kétszer segítséget, míg 5-10 évvel ezelőtt mondjuk nagyon sokszor abba futottam bele, hogy akkor jönnek, amikor már fél éve nagyon nagy a probléma, vagy hosszabb ideje. Ezekkel a helyzetekkel nyilván nem lehet annyira könnyen rövid időn belül megküzdeni. SMS majd rövid idő, és azt gondolom, hogy fogunk majd még beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Nyitott vagyok rá, én is köszönöm. Köszönöm.